háromszéki székely családból származom. Temesváron végeztem a villamosmérnöki kart, és azért választottam ezt, mert bár irodalmi és társadalomtudományi érdeklődésű személy voltam, azért a legsötétebb Ceausescu korban lehetett tudni, hogy azok, akik társadalomtudományi tanári diplomát szereztek, azokra nagyon áldatlan sors, nehéz karrier várt. A rendszerváltás hozta tulajdonképpen azt a nagy fordulatot az életemben, amelynek eredményeképpen ma már politológusként, társadalomtudósként, egyetemi oktatóként tartanak nyilván. Az RMDSZ Temes megyei szervezetének és Lugosi szervezetének alapítói közé tartoztam. A Lugosi szervezetnek voltam az alapító elnöke. Ebből következően pedig két mandátumnyi időt tulajdonképpen önkormányzati képviselőként is eltöltöttem Lugoson a 90-es évek végéig, és hát tulajdonképpen ez az a tevékenység, amely összekapcsol Szekszárddal is, hiszen 92-ben úgy döntöttünk, hogy keresünk egy testvérvárosi kapcsolat építési lehetőséget Szekszárddal. Hogy mi volt ennek az indító oka, az azt hiszem közismert itten Szekszárdon, hiszen Lugos közelébe létezett a 60-as évekre már egy elnéptelenedett falucska, Bunyaszekszárd, amelynek a lakósai a 19. század közepéről, Szekszárdról és Tolna megyéből kerültek oda. 91-től a Bukaresti Hét című kulturális, társadalmi kulturális heti lapnak a szerkesztője lettem. A héttől átmentem a Kolozsváron akkor indított Krónika című napilaphoz, amely egy nagyon jelentős fordulatot hozott az erdélyi magyar média történetébe, mert az első olyan modernebb elvek szerint szerkesztett és kialakított napilap volt, amely tulajdonképpen az élesebb társadalmi viták és a közélet bizonyos kérdéseinek a vitathatóságát igazából megjelenítette az erdélyi magyar sajtóban. 2003-tól voltam a Bábesbolyi Tudományegyetem oktatója. A politikatudományi tanszék magyar tagozatának voltam tagozatvezetője. Innen kerültem át az Erdélyi Magyar Tudományegyetemhez, a Szapiencia Egyetemhez, amelynek három éve oktatója vagyok.